25 óra 43 perces idővel a nők között második, az abszolút versenyben tizedik lett az idei 246 kilométeres Spartathlon ultrafutó viadalon, a háromszoros Ultra Balaton győztes, a 12 órás futás világranglistáját vezető Marász Zsuzsanna, aki az Athén Sparta versenyen 20 magyar köztért célba, 2016 női ultrafutója a stúdióban. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Második hely, ugye a második Spartathlonodon. Könnyebb volt másodszorra, mint tavaly? Igen, valamivel könnyebb volt. Na de mi volt itt, ami jobb volt, a lelki ráhangolódás? Tehát, hogy hogyan épített föl magad mentálisan erre a versenyre, hogyan építetted erre az ideire? Már ismertem egy kicsit az útvonalat, tehát tudtam, hogy mire számíthatok a tavalyi miatt. Ez volt az egyik, ami egy kicsit könnyebbséget jelentett, a másik, hogy azért volt most könnyebb, egy nagyon enyhe időt fogtunk ki. Ez nagyon ritka a Spartathlon történetében, hogy ilyen hűvös van, és talán a felkészülésem is olyan stresszmentes volt. Az utolsó időszakban sikerült kicsit kevesebbet dolgozni, többet pihenni, azaz jobban tudtam készülni, mind fizikailag, mind mentálisan erre a versenyre. Ez a bizonyos optimális készülés, hogyha fizikailag óraszámban nézzük, akkor te heti 10-14 órát töltöttél a felkészülés alatt futással, ami ugye heti 100-150 kilométer, inkább 100, de voltak 150 kilométeres hetek is. Ez egyébként, ha az elérhető legnagyobb teljesítményt vizsgáljuk, hogy mire lehetsz képes, akkor ez optimális, ennél többet nem is lenne szabad, vagy nem fér bele egyszerűen az életed meg a munka mellett, mert ugye azért te dolgozol is mellette. Igen, persze. Főállásban dolgozom, és hát az embernek családja is van, tehát mi amatőr sportolók vagyunk. De én azt gondolom, hogy tehát vannak, ez egy egyéni dolog, hogy ki mennyit edz, és milyen, mit tud ebből kihozni, ebből az egyes mennyiségből. Van, aki ennél sokkal többet edz, és mégsem jön ki esetleg ilyen eredmény belőle. Én is csináltam ilyesmit régebben, hogy többet edzettem, és nem, hogy jobb eredményeim lettek volna, hanem stagnált, sőt, visszaestek az eredményeim, úgyhogy tehát oda kell figyelni a túledzettségre, de hát ezért van edzőm, hogy ebben segít, és megpróbáltuk a lehető legjobb formámat kihozni, és hát ebben nekem ugye edzői segítségem van, úgyhogy hát... Milyen civil élet, mert milyen munka mellett tudod ilyen szinten művelni az ultrafutást? Egészségügyben dolgozom, orvosasszisztens vagyok. Tehát ott jól be tudod, meg tudod a beosztást csinálni? Igen, úgy osztom be, és hát minden héten megkapom a heti edzéstervet, és akkor mindent ahhoz állítok be. Tehát jó van a munka, tehát nyilván egy tólig dolgozom, de az összes többi programomat azt mindig az edzésekhez. Na most egy ultrafutó, az még a maratonistáknál is őrültebb, vagy éppen, hogy minél hosszabbak a távok, annál higgadtabbnak kell lenni a személyiségnek? Hát valahol egy őrület ez az egész, szenvedéllyel lehet csak csinálni, de én azt gondolom, hogy az ultrafutás az azért is az idősebbek sportja talán, mert itt egy kicsit már, tehát a hosszú futások alatt nagyon sok ideje van az embernek gondolkodni, úgyhogy egy kicsit higgadtabbnak is kell talán lenni. Úgyhogy hát nem tudom, melyik nagyobb örültség, maratont futni, vagy ultramaraton, vagy ultratávokat. Nekünk ez a szenvedélyünk. Na mindegy, meg kell ráérni, az biztos. Igen. Miért választottad ez úttal ezen a versenyen a lassabb kezdés taktikáját, ami egyébként bejött? Az elmúlt évek, ez az ötödik ilyen hosszú versenyem volt, és az első Ultra Balatonon futottam körülbelül ilyen tempóval, mert akkor nem voltak még magam felé elvárások, az volt az első 200 km feletti távom, és az sikerült a legjobban, 21 óra 45 alatt futottam körbe Balatont, és akkor eltelt pár év, akkor jöttek már ugye az elvárások magam felé, és egy kicsit mindig gyorsabban kezdtem, és nem sikerültek olyan jól a versenyek, tehát nem voltam a jó állapotban mondjuk a fél távnál, mint most. És akkor kalkuláltuk ezt az edzőmmel, hogy kezdjek egy kicsit lassabban is, meglátjuk, hogy ez mennyivel, mit hoz a konyhára, tehát mennyivel leszek jobb fél távnál, és határozottan éreztem, hogy sokkal erősebb vagyok, 140 kilométernél mindig ragyogó állapotban voltam, úgyhogy... Na most egy olyan szempontból is érdekes verseny volt, hogy Lubics Szilviával, egy másik sikeres magyar ultrafutóval nagyon sokáig teljes összhangban együtt futottatok. Ez ritka összepasszolás? Mi ebbe az, ami
ami így tudatos, vagy amit így jó pillanatban abba kell hagyni, amikor az ember mondjuk csoportba vagy társal megy bele egy ilyen távba, és halad valakivel, vagy valakikkel együtt egy darabig, jó darabig, itt akár beszélhetünk 100 kilométerről. Nem terveztük meg előre, hogy mi együtt fogunk menni, egyszerűen mind a ketten ugyanabban a tempóban indultunk el, majd olyan nagyon rövid idő múlva a rajt után, olyan 1 kilométer múlva már egymás mellett voltunk, és megbeszéltük, hogy ki milyen tempóval óhajt menni, és onnantól fogva olyan összhangba mentünk, mintha ezt úgy gyakoroltuk volna, szinte szinkronban mozogtunk, kezünk, nézem a fotókat, kezünk, lábunk ugyanúgy, úgyhogy nagyon jó érzés volt így együtt menni, 81 kilométert futottunk együtt, és gyakorlatilag nekem 81-től kezdődött a verseny, annyira jól eltelt az idő, 7 óra 15 percet végig beszélgettünk, és így ez a verseny egyharmadát annyit jelentett, hogy a további időt már ugye magányosan csináltam végig, de ez nagyon nagy ajándék volt, ez az együttfutás is mindkettőnknek segített, mind mentálisan. Ez egy komoly 7 órás elmélyült beszélgetés. Igen, nagyon klassz volt, mert végig élveztük, mosolyogtunk, tehát annyira élveztük, ez a mi közegünk, ez a mi ünnepünk egy ilyen verseny, és ezt olyan nagyon jó volt így most megosztani vele, és így együtt futni. És akkor, amikor elváltatok, akkor mi történt? Akkor valaki begyorsított, valaki robbantott, valaki hát, más tempóra, szóval itt a tempók változtak. Tehát Szilvinek a meghatározott tervei voltak, hogy melyik szakaszt milyen tempóval fogja futni. Én úgy gondoltam, hogy én 5-20-szal elindulok, és majd meglátom. Tehát én nem vagyok ilyen, hogy beállítom így magam szakaszokra, hanem így úgy gondoltam, hogy én úgy ösztön értem, sem fogom az érzések csinálni. Is és akkor mondta maratoni távnál, hogy nyugodtan menjek, ha úgy gondolom, hogy ez neki lassú, de akkor már jöttek ilyen kis emelkedők, úgyhogy teljesen jó volt együtt menni. Majd 81 kilométernél a Korinthoszi csatornán elő egy hosszabban kiállt frissíteni, és ott váltunk el egymástól. Úgyhogy én onnantól már egyedül mentem tovább. Na most ugye a saját tavalyi bronzérmes idődet igencsak megjavítva lettél ezzel a 25-43-40-nel második. Mennyit képes szerinted még a te szervezeted, a te tudással és a teljesítőképességet faragni ebből? Ugye a lengyel győztes lement 25 óra alá. Te is követed majd? Nem tudom, hogy mire vagyok még képes. Azt se tudom, hogy az én életkoromban egyáltalán még tudok-e valamennyit javítani. Én szerintem azért még mindig volt benne javítani való. Tavaly azt éreztem, hogy 1 óra még volt ebben a versenyben, hát 2 lett belőle. Hát most 2-vel sikerült faragni a tavalyhoz képest. Igen, 2-t megjavítottam. Egyébként nem is tudtam, hogy 2 órát javítottam, annyira fáradt voltam a végén, hogy elvesztettem az időérzékemet, és nem tudtam, hogy 2 órát javítottam, csak amikor elmondták a célba, hogy ennyit sikerült, akkor tudatosult ez bennem. Hát azt gondolom, hogy biztos tudnék még, most így nem tudom megmondani, hogy mennyit, de azt gondolom, hogy egy 25 órára lehet, hogy meg tudnám csinálni. Majd ez lehet, hogy most egy ilyen hirtelen jött gondolat, de én hiszek benne, hogy még van mit ott fejlődni. Na most 2 indulás, 1 lépés felfelé a dobogon, 3. hely, 2. hely, akkor vonzó cél jövőre megnyerni a Spartatlont? Hát ez nagyon nehéz, mindig jönnek egyre-egyre jobb futók. Most azt kell nézni, hogy 30 éven át 28-29 órákat futottak a lányok, Lubit Szilvinak volt egyszer 26 óra 54-es pályacsúcsa, következő évben Nagy Katalin 25 óra 07-tel megdöntötte azt, tehát nagyon nagy a fejlődés, és az eredmények egyre jobbak, egyre több az ultrafutónő, és a világ minden helyéről jönnek ide, tehát soha nem lehet tudni, hogy jövőre éppen ki fog odaállni a rajthoz, úgyhogy hát persze kéne szeretne győzni egyszer, de én most is ezt a második helyet is, meg ezt a 2 óra javítást is olyan nekem, mint hogy győztem volna, úgyhogy nagyon boldog voltam ettől. Egyébként, hogy annyi magyar nevet mondunk itt, Lubis Szilvia, vagy most Nagy Katalint említetted, vagy ugye a 20-szor befutó és azért versenyrekorder Lőv András, vagy ugye 91-ben Bogár János nyerte. Ez a ultrafutás, ez mondhatjuk azt, hogy egy olyan erősen magyaros műfaj? Azt gondolom, hogy nagyon elő vagyunk. Nők között biztos. Bogár Jani óta nem volt olyan nagy magyar férfi klasszis szerintem, de majd lesz, mert egyre több a fiatal, azt látom, és olyan klassz eredményeket futnak most, hogy döbbenten olvasgatom mindig az eredményeket, úgyhogy jövünk fölfelé. Igen. Ez egy összetartó közösség? Igen, mi mindig nem vagyunk túl sokan, és de már nem egy maroknyi csapat van, mint mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt, most már azért egyre többen vagyunk, de ez egy növekszik ez a sport, és ez egy nagyon
Nagyon jó érzés ezt látni, mert ez egy nagyon szép sport, itt nincsenek nagy pénzdíjak sincsenek, ez olyan, ezt egy babérkoszorúért csináljuk, úgyhogy ez olyan szép ebben az igen, egészben. A sportnak ugye az eredeti emelkedettsége ott van benne. A végén azt mondnák, ugye 12 órás futásban, ahogy említettem, vezeted a világranglistát, ugye 6 órásban is magyar bajnok vagy. Melyik műfaj áll hozzád a legközelebb, inkább időre menni, vagy inkább távhosszúságra? Hát az A-ból B-be verseny könnyebb mentálisan, sokkal, mint a körözős versenyek, amikor 12 órán át, vagy 24 órán át körözni kell egy-egy kilométeres pályán. Én azt gondolom, hogy a 200 kilométerek azok mennek nekem jobban, tehát a hosszabb távokat favorizálom inkább most már így, hogy az ötödiket is megcsináltam, így úgy gondolom, hogy ebben vagyok jó. Itt jön ki az erősségem, nem vagyok elég gyors mondjuk egy 100 kilométerhez, úgyhogy inkább azt gondolom, hogy a 200 kilométerek jobban mennek. Hát körözni 24 órát még nem csináltam. Még ez az egy kimaradt, de most már lehet, hogy rászánom magam, és megnézzük, hogy ott mit tudnék. 12 órában már sokat mentem körversenyen, és az még úgy fejben feldolgozható és megcsinálható. Na hát akkor további sok sikert, és gratulálunk ehhez az ezüsthöz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.